Második rész. Kedélyes atyafiak. Az Árkádos piacú Zsolna városában élt sok-sok esztendővel ezelőtt egy Trunavszki nevű vaskereskedő, akinek három fia volt, Péter, György és Gáspár. Mikor a fiúk fölcseperedtek a haldokló öreg úr pályaválasztása szólította őket, Péter a legidősebb azt mondta, én a méhekre vettem magam, ezek a derék szorgalmas állatkák majd engem is táplálnak, és lett Péterből viaszkereskedő. Egy egész országrészből ő vette meg a sejteket és a mézet. Egy egész országrész méhei voltak az űrapszolgái. A középső fiú György másképp okoskodott. Én orvos leszek, apám, az én elementumom az emberek. A méheknek csak mézök van, igaz, hogy abból lehet pénzt csinálni, de az emberek harisnyáiban már készen állnak a szép lázsiás tallérok. Én ezekre utazom. Amikor beteg az ember, kutyába sem veszi a pénzt, és egyszer valamikor mindenki megbetegszik. Erre az okoskodásra is helyes bólintott a Jó, hát tanult ki a doktorságot. A harmadik fiú, a gáspár más nézetem volt, mint a testvérei. Az összes élőlények közül a legtiszteletre méltóbb apám uram a birka. Húsa is van, gyapja is van, teje is van, és ha egy garas teszünk bele, visszaad helyette egy forintot, hát én juhokkal fogok gazdálkodni. Az apa mindenik fiának három ezer forintot hagyott. Mondván a halálos ágyán, helyeslem a terveiteket, csináljátok, én majd az égből nézni fogom. Nézte, nem nézte el, nem az én gondom. De hogyha nézte, hát láthatta, hogy az a fia is meggazdagodott, amelyik mézzel, viasszal, vostinával, ahogy a tútok mondják, dolgozott. Az is, aki a birkára vetette magát. Könnyű volt, ez kivált azokban az időben, amikor még a legelő nem volt elkülönítve. A tót városokban és falvakban a szegény embereknek nem voltak birkáik. Néhány darab birkát talán szerezhetett volna egyik-másik, de azért nem érdemes juhászt tartani. Aztán valaki sok birkát összeszedett, szabadon legeltethette a közös legelőn. A birkákat az egész város kosztolta, de a birkák ezért csak Trunovszki gáspárt jutalmazták. Ami a méheket illeti, a méhek meg éppenséggel szocialisták. Bliktri azoknak a birtok viszony telekönyvek, ahol egy virágot találnak, legyen ebben vagy abban a határban, az útszélen vagy a papkertjében, vagy a vietirosz kisasszonyok nyitott ablakában, azaz az övék. És aki ezek kérvezésében meg akarná őket karhatalommal akadályozni, abba egyszerűen beleeresztik a fullánkikat, és punktum, nincs ellene a pelláta. A két testvér egy idő múlva megtollasodott, és jól elhelyezvén a pénzeiket, idők folytával Zsolna város leggazdagabb, legtekintélyesebb polgárai lettek, rettentő gyűlösséggel viseltetvén egymás iránt. Nem volt az a piszok a matica által kiadott szótárban, amit egymásra ne kiabáltak volna. De a nagy antagonizmus dacára mind a ketten inkarnátus pánszlávok voltak, és mind a ketten eljártak túrót Szent Mártonba a gyűlésekre, melyeket zárójelben legyen itt megjegyezve. A múlt évben akként zavart meg a nedeci gróf Pongrác István, hogy négy lovas társzekérrel állított be a főpiacra, ahol a gyűlés folyt szabadi ég alatt, éppen az ifjú hurbán szónokolt, lerakatott pedig az inasaival a szekéről húsz ebet, nyakukra, farkukra kötött csengetjükkel, széteresztették azokat a szónuklatokat hallgató tót hazafiak közé, melyhez fogható ugatást és csörömpölést tanúk állítása szerint még nem hallottak emberi fülek. De bocsánat a kitérését, mert nem a Pongrász gróf kultúrmissziójáról van itt szó, ahogy ő nevezte el Sem arról, hogy az ifjú hurbán és a következő szónokok beszédjeit valóságosan a kutyák nyelték el, végre is, aki jobban gyűzi a szájával, hanem a két testvér egyenetlenségét volna feladaton kiszínezni, amely mindenben nyilvánult. Követválasztásnál, ha az egyik deákpárti jelöltet támogatott, a másik akkor okvetlenül tiszáikra szavazott, akár megengedte Kubica, akár nem. Ha az egyik rétet vagy házat akart vásárolni, és azt a másik megtudta, okvetlenül odament az eladóhoz, inkább ráígért egy csomó pénzt csak, hogy elkaparinthassa az orra elől, Péter, a viasz kereskedő sohasem házasodott meg. Azt hozta fel indoklásul, nem vagyok szamár, hogy amit keservesen szerzek, azzal az asszony, az utcákat sepregesse. Péter sejem rokolyákra célzott. Gáspár pedig szinte nem volt szamár, ám bátor háromszor házasodott meg, eképpen vérekedvén. Az asszony mindig hoz valamicskét. Két asszony temetett el, de csak egyszer keresztelt, jó ismert az aféle sokba kerül. Az első feleségétől, Petrás Zsuzsannától maradt egy fia, akit úrnak tanítatott Selmec bányán. Hogy a harmadik testvérről is számot adjunk, hát bizony a Gyuri Szamár volt. Kitanulta a doktorságot, de el is költötte, amíg tanult a háromezer forintnyi örökségét, elnyelték a könyvek és a nagy leckepénzek az egyetemen. És azután se boldogult, az emberek gyógyítása hálátlan mesterség Zsolnán. Micsoda ideja is volt ez tőle. Zsolnán, abban a jó hegyi levegőben, hol venni magát a beteg ember. És azon felül is. Jó szelíd nép a ha jön a halál, nem kötekedik az vele, nem disputál, nem erősködik, hogy nem megyek, maradni akarok. Iszom azt, iszom ezt még amast is megpróbálom. Nem szalajt orvoshoz patikába, hanem megadja magát. Poc, brics, gyere, halál! és behunja szemét az örökkévaló álomra. Ha éppen próbálna is valamit, hát legfeljebb áthajtat a rájaci fürdőbe, hogy egy pár marasztalú köpöjt tegyenek a másilágra kérezkedő testére. Szomorú, végtelenül szomorú viszonyok ezek orvosi szempontból. A paraszt mindenek előtt nem beteg. De ha mégis beteg, nem gyógyítatja magát, de ha mégis gyógyítatja magát, nem fizet, mert nincs pénze, ami az urat illeti, az ugyan szokott beteg lenni, és az néha gyógyítatja is magát, és pénze is van néha, de mégse fizet néha se, hanem inkább azt mondja a doktornak jutalom fejében, legyünk ő barátocskám ezen túl pertú. Dr. Trunowski tehát szerzett sok jó pertú barátot egy életen áttartó praxis alatt, de olyan szegényül halt meg, hogy a temetés is alig futotta ki a vagyonkájából hátrahagyván egy csomó cókmókot, néhány rossz bútort, orvosi szerszámokat, és egy tizenegy éves kis leánykát, Apolóniát. Gyönyörű leány volt. Nemes ovál arcán valami édes, szomorú kifejezéssel. Hosszú pilláktól árnyékolt szemei üdenedves fényben kék lettek. Hát még az a szépséges kalásszín hajkoszorú a fején. Egy arra csatangoló híres festő meglátta, Eszébe ötlött, hogy a mi asszonyunk országunk patrónája körülbelül így nézhetett ki gyermekkorában, lefestettes képét, mely most egyik nemzeti gyűjteményünkben van, Mária gyermekkora címen sokat magasztalták akkoriban a hírlapok. A szegény doktor halála napján Blázi Miklós uram a polgármester találkozott az utcán Trunovszki Gáspárral, és annyira ellágyította beszélgetőjén a gyászesetről, hogy az késznek ajánlkozott a kis Apolóniát magához venni és gyámságát elvállalni, amiért legott dicsérni kezdték város szerte. Lám, mégis van a fősvény egy szemernyi szív. Nosza meghalván ezeket dübejött Trunovski Péter. Rohan a városházára, lóhalálában, hogy ő akarja a gyárságot elvállalni, neki úgy sincs gyermeke, de meg annál a gazembernél úgy is tönkre menne a gyermek, aztán stb. Mire Blázi uram megnyugtatta. No, Hát, ön lesz a gyám. Gáspár úgyis csak immelámmal vállalkozott. Ment híre Gáspárhoz a Péter lépéseinek. No hiszen, az kellett. Ízében csörtetett a városházában, miután ő vállalkozott elsőnek a lánykáról gondoskodni, magának követeli a gyámi tisztet, vagy különben vonja le ebből a konzekvenciákat a városi magisztrátus. A polgármester, mint minden opportunista zavarba jött, nem bírta magát többi elhatározni. Mind a két runoszki egyaránt hatalmas oszlop volt Zsolna városában. Ha őknek időltek egy-egy tiszti széknek a közgyűlésen, ugyancsak ropogott, ha össze nem tört. Tehát egyszerűen, érintetlenül, függőben hagyta a véletlen támad kínos ügyet. Sok mérges pattanás múlik el önmagától, de ez nem múlt el. Mert a temetési szertartás végeztével visszajövet a temetőből. Kézen fogta Gáspár nagybácsi a kis árvát, ott az egész gyászoló gyülekezett szem láttára. – Jöjj velem, gyermek! Még el sem mondhatta az utolsó szót, már udogrott Péter nagybácsi vörös paprika arccal, vasvilla szemekkel, és a gyermeket Gáspár kezéből. – Ne érintsd a gyám leányomat, te farizeus! Szeretnéd a böcsületes testvért játszani, ugye? – Ez mi? függét mutatott neki az ujjával. – Egy-kettő-három lépkedj előre a poka! A lányka szemeiből zápor módjára ömlöttek a könnyek, hagyta magát rángatni érzéketlenül. Nem tudta, miről van szó, nem hallotta szavaikat. Még mindig azoknak a rögöknek a dübörgése zúgott a fejében, tompán, zsibbasztúan, melyek a koporsóra zuhogtak. – Add ide azt a leánk, mert összetörlek! – hörögte Gáspár. – Azt szeretném én látni, hogy közelebb jöjj! Szemed közé köpök, te uzsorás! – Hú, te tolvajok orgazdája! Ordítá Gáspár is rávetette magát Péterre, megmarkolva a fekete sejem nyakkendőjét, folytogatni kezdte. Nagy dulakodást állt közöttük, pif-paf hullottak a pofonok is ökölütések az istenfélű népek botránykozására. Ilyen szégyen, éppen a temetés órájában. De jól járt az a szegény elköltözött lélek, bejól járt, hogy kitette a lábát. Ó, hogy nem nyílik meg nyomban alattuk a föld! Hát nem kellene az istent is szekventum alá vetni! sopánkodott az istentelen vén eretnek Domát Mihály, hogy ilyen embereknek haigál le vagyon tekintély, szerencsét! Egy szegény írnokné, akinek férjek Livényi József rokonságot formált az Apolónia elhalt anyjához, miközben a két összetépött ingű, kékre öklözött testvér szétválasztották a barátaik, cipelve őket erőszakkal külön-külön lakásaik felé, felkapta Apolóniát a kezébe. Ne sírj, kis Rubintom, Megtörölgette a lányka szemei gyöngéden, a saját ünneplő fekete kötényével. – Nem menj egyikhez sem, mit keresnél, szegény, pihegű, galambka, gonosz ővek között? Gyere inkább hozzám, szegény vagyok, ám bár mégis puha ágyat vetek éjszakára, mert a szívem puha kicsikém te hozzád. Megsimogatta a sárga hajú fejecskéjét, homlokán csókolta, és a bámészkodó sokaság közül szinte észrevétlenül vezette el haza Apolóniát. Míg a két nagybácsi mindenike dűtő zihálva, tajtékozva rángatta magát a békéltetők vasmarkától, hogy újra egymásnak rohanjanak, égtelen szitkokkal, fenyegetésekkel fújva élesztve a bosszú tüzét. Kutyák isznak ma még a véredből! Pazdorjává törlek, piaca! Megmutatom, hogy én leszek a gyám! Az ugyan én leszek, ha az ég összeszakad is! De ez alatt persze a gyermek eszükbe sem jutott, csak másnap sürgette meg egyik is másik is a polgármesternél, hogy váltsa be a szavát, vagy különben vele gyűl meg a baja. Akarom a gyermeket, punktum! Meg kell lenni, követelte Péter. Nekem van megígérve. Ha Péter lesz a gyám, üzengette Gáspár, lelövöm a polgármestert, mint egy hazuk kutyát. Én ajánlkoztam elsőnek. Így nehéz viszonyok között ült össze harmadnapra az árvaszék, s tekintette Trunovskijék versenyzésére, Na no, de ilyen parádé csapni egy mi haszna lánykölyökért, tekintettel továbbá arra, hogy a trunoszkiak hatalmas emberek, akiket a város ügyeitől elidegeníteni kár volna, és tekintettel végre azon körülményre, mely azonban nem említendő meg a jegyzőkönyvben, hogy a leányka hazafiatlan nevelésben részesülne a boldogul Trunovszki fívéreinél magasabb motivumokra visszavezethető nemzeti szempontokból is határozatba hozatott, hogy Interdus Likidantes egy harmadik személy, Trunovszki Apolónia anyai rokona, Klivény József városi írnok neveztetik ki gyámnak, felkéretvén az árva nagybátyai, hogy miután a gyám szegény ember, nemes szívű, rokoni gondoskodásukkal járuljanak a gyermek neveltetési költségeihez és fenntartásához. Mikor megkapta Trunovszki Péter a végzést, mérgesen szakította szét száz darabra egy krajcát sem adok. Hát bolondnak néz engem az árvaszék. Süssék meg most már a gyereket! De haragja hamar elpárolgott, mert jó esett arra gondolni, hogy legalább Gáspár se lett a gyám. Gáspár is éppen így gondolkozott, és ő sem adott az apolka fenntartásához egy garaszt sem. Livényi írnok, ez a vén korhely, ki a gyámságot azért vállalta, hogy a két gazdag testvértől csúrogni fog a jóság, és abból neki is jut, csalódásában a gyermekkel éreztette bosszúságát. A szegény árvára szomorú napok vártak. Ronyban járt, sokszor mezítláb, ennél is csak lopva kapott néha a klivényi nénitől, aki nem volt rossz szívű asszony, de a férjével ezzel a vadállattal ő se bírt. A szegény kis apolka, aki olyan szépen fejlődött az apai háznál, lesoványodott, elsatnyúlt mert dolgoznia kellett napestig. Klivényi elbocsátotta a szolgálóját, s vele végeztette a ház körüli dolgokat. – Hisz ingyen tartalak, te rongyos! A sovány vízna teste tele volt kék foltokkal, mert az írnok, mikor este részegen jött haza, mindig megverte őt is, a feleségét is, és az írnok mindig részegen jött haza. A szünnapok csak azok voltak, amikor nem jött haza, és valahol a kocsmában aludt el az asztal alatt. Két hosszú esztendeig nem történt az árvával semmi nevezetes eset. Kitörődnék egy kis féreggel. Az emberek egy ideig szitták a két pogány nagybátyát, de azután másért szitták, és a kisféregről mindenki elfeledkezett. Úgy elvegyült már a többi szegény gyerek közé, akiknek a picin lábai öreg emberek levetett cipőiben tipegnek, topognak a földgolyóbison, hogy már benne is csak, mint homályos álom élt az apai hajlék, azt még hallotta néha-néha, hogy ez meg amaz a gazdag ember, az ő nagybácsia, de ez is csak egy közömbös fogalom volt neki. Nem egy olyan forrás, amiből keserűséget merítsen a jelenre, vagy reményt a jövőre. Tudta is ő, mi a nagybácsi, és mi a jelen, vagy a jövő, semmit se tudott. Csak élt, mert még meg nem halt. Élt, mert reggel felrángattak Livínyiné, Pisztics ki hamar fiacskám a bácsi csizmáját, Elaludt, mert elnyomta este a fáradtság. Sírt, ha megütötték, mert fájt neki. De az életről nem tudott semmit. Azt hitte, így kell annak lenni. Csak a halált sejtette, hogy az rejtelmes különös. De hogy öröke, arról nem gondolkozott. Talán, ha Klivényi néni felráncigálná a halottat, tisztítsd ki hamar a bácsi az is föl Talán a szegény apa is fölébredt volna. A gyermek egy napon a nagy piacról jött, egy tököt cipelve, amikor a vole csizmadia inasa, aki megfúdott csizmákat vitt buronka szenátorhoz, oldalba lökte. Eredj a polka, ott megy a bácsikád. Csókolj neki kezet. Csak ugyan Trunovszki Péter jött a templom táján, jókedvel lúbázta a csontgombos sétabotját, mert egy jövedelmező üzletet bonyolított le a várossal, mikor elejbe került a leányka és az inas gyerek szavára, abban a hídben, hogy annak úgy kell lenni, elkapja a fütyörésző öreg úr gyűrűkkel rakott szőrös kezét, és megcsókolja. Az öreg ránéz a röngyös gyermekre, és fölismervén apolkát hümmög egy darabig. No, no hát, te vagy az, ennyi adta, adta. Keresgél a zsebében az apró pénzek között, de nincs egyetlen ezüstpénz se, pedig illenék ilyenkor egy fényes hatos, Kinyitja a tárcáját, hátha találna benne egy szép, propugós egyforintost, de csak ötösök vannak, az sok, nagyon sok. Mi csinálna ez a gyerek egy ötforintossal? Szerencsére éppen szemben van a Mézes Kalácsos bolt. Hopp, ez jó lesz. Gyere utánam, te kis fruska! Bementek, az ajtó tündériesen csengett, és a Mézes Kalácsos a nagybácsi egyetlen szavára egy nagy paksamét a mindenféle formájú nyalánságot összerakott zsinorral összekötött, és mindez az apolkái volt. Végtelen örömet érzett szívében. Azt gondolta, hogy mindjárt elájul a boldogságtól. Szemei meghomályosodtak, és a homályban egy falka kutyát látott csörtetni maga felé, akik megrohanják, szétmarcangolják, kihúzgálják a kalácsokat a pakétból. De mindez nem volt igaz. A nagybácsi hangja fölrezzem tette. A kezedbe is válasz egyet-kettőt, leányocskám, amit útközben megeszel. Künn az ajtónál aztán elváltak. Péter nagybácsi a vendéglő felé ment, Apolka pedig hazafelé, és mindenkinek eldicsekedett útközben, hogy a jó nagybácsi mit vett neki, és ebből mindenki valami szerencsét jós volt, csak otthon klivényi mondás sötéten. Mutost, hogy mit vett az ember! Felszakította a spárgát, kibontotta a mézes süteményeket, és elkezdte őket falánk étvágyjal ropogtatni egyiket a másik után, minden falatnál felkiáltva: Ó, oh, a gazember, a gazember! Zsolna városában ez a nevezetes esemény csak hamar szájról szájra járt. Azon megjegyzés kíséretében kezd már a világ felfordulni. És eljutván Trunovszki gáspár füleibe, nagy bosszúságot okozott neki. Egész éjszaka nyugtalanul hánykolódik fekhelyén, és reggel korán a klivényiek lakása előtt leste az árvát, kit is megkerítvén vitte egyenesen egy cipészhez, egy szabóhoz és egy fehér nemű árushoz, összevásárolván annyi portékát, hogy két boltos legény cipelte az apolka után, mi alatt Gáspár nagybácsi megelégedetten morogta, hm, – Egyéb most mérget utálatos fösvény kutya, ez aztán a tromf! – Ha nem hiszem, nem könnyű lefőzni Péter urat sem, ha egyszer virtusra kerül a dolog. Alig, hogy tudomására jutott a tromf, felbizsergett a kevés gonosz víre. – Micsoda? – Csak akarsz itt szuszogni? Egy pár angyal akarsz port hinteni a világ szemébe? – Velem akarsz kikötni? – Na, no, gyere hát! Rögtön elküldött a leánykáért, és elvitte egyenesen az aranymíveshez. Összeválogatván gyöngyöt, smaraggyűrűt, aranynásfát, karperecet, függőket egy halommal, ami csak szép és drága volt az üvegszekrényekben, egy kastélyos kisasszony sem kap annyit a kerengéjében. E fordulatok megjavították egy kicsit a leányka sorsát, de jobban a klivényét, mert az értéktárgyak többnyire folyékony anyagokká változtak át, de nem csoda módon. Egyszerűen a zsidó közvetítésével, kihez a dedik gyám rendre elhordozgatta az állokba. dánom az úri vendéglőben, bor, puncs, muzsikaszú, forintos bankók, a gongoly cigánynak, akivel aztán éjjelenként bejárta a pánszláv házakat, s elhúzatta ingerkedésül az ablakok alatt. Cserveni kantár, bjelik von, tredám szomország, moj! Veres kantár, fehér ló, eladom az országot, Istenem! Ez a merész célzás Svatopluk király őfelségének szomorú kalandjára, mindenha erősen bosszantotta a zsónai tóturakat. De éppen ezt akartak Livényi, aki magyar érzésű volt és a magyarságból élt, táplálkozott, mert már százszor is ki kellett volna tenni a szűrét, sok nemű hivatali vétség és apró visszaélés terheltek Livényit, de lehet -e egy nagy magyart elcsapni bűnhődés nélkül? Livényi ügye mindig a haza ügye volt. Livényi nem volt ostoba, mindig jól tudta, hogy mit öldöglik a légy. Annak a bizonyos veres kantárnak bizony több használt vette ő, mint Árpád vezér. Ez volt az ő immunitása. Az árvára most már nagyobb gondot fordított, és iskolába is küldte. Egy napon, mikor a rubintus karperecet adta az állókba, hozott a kicsikének egy darab kókuszszappant. Zsuzsanna, szólt a nejehez, ma jó, megnéztem a gyermek arcát. Tudod-e, hogy nagyon szép lesz? leszettű szép lesz, ha megnő. S végre is miért ne lenne szép? Mondtál valami, Zsuzsanna? Ő, hogy semmit sem mondtál. Okosan is teszed, ha hallgatsz. fésült fésültesd a gyereket, és járas tisztál. Azt akarom, hogy csinos legyen. Az nem lesz nekem rossz, ha szép lesz. Még talán neki se. Van valami átkozottul kellemes az arcában. Aztán behitte apolkát a konyhából, sokáig nézegette, átadta neki a papírba göngyörgetett szappant. – Na, no, kutyamája! – mája! – fordítá a hangját szelídre, enyelgűre. – Mit hozott a gyámpapa az ő báránykájának? – Ide hamar kezet csókolni! A lányka kezet csúkolt, és kitakarta burkából a tárgyat, s amint megösmerte, hogy szappan, édesen elmosolyodott. – nem a gyermek mosolya volt ez többé, mely a mézes kalácsoknál hasat volt ki arcán, hanem a szűzé. – Ó, szappan, szagos szappan, arcra való szappan! – elpirult egész a füle hegyéig, és elfutott. A kis kocka annyi mindent mondott, finom ingerlő a szált, szállt az orrán keresztül, betölti egész lényét, minden porcikáját, átszivárgott az erein a vérébe, és dörömbözött a szívén felkeltve, életre ébresztve azt a kis szörnyeteget, mely, mint a karikába tekergűzött kígyó, dermedten, élettelenül alszik még a bakfisban a kacérságot. Így a kopogtatnak. A szappan beszél hozzád. Hallod-e? Sejted-e? Apolka a tizennegyedik évébe lépett és szemlátomást szépült. Midőn egyszerre még váratlanabb fordulat állott be életében. A polgármester, látván egyrésztről a nagybácsik jó indulatát, másrésztről, hogy az írnok a Trinovskiak ajándékait a polgármester hivatalos megjegyzését idézve a saját céljaira fordítja, említést tette egy ízben a leány helyzetéről a főispánnak, kinek a megboldogul dr. Trunovszki házi orvosa volt. Ő méltósága élénken méltóztatott érdeklődni, és megígérte, hogy az árva ügyét szívére vesz és kiragadja a korhely írnok kezei közül. A legközelebbi főispáni ebédre mind a két runovszki meghívást kapott, és ebéd közben a pesgőnél, mikor minden szív ellágyul, ravasz diplomáciával előhozván az ügyet, rávette a testvéreket, hogy a leánykát ne hagyják gonoszul veszni, vegyék magukhoz, míg pedig egyenlőképpen felváltva mindegyik egy-egy fél évig tartsa és neveltesse, Bezzeg lett ebből ismét világra szóló spektákulum. Péter nagybácsi, akihez először került a leány, nyomban egy professzort hozatott hozzája a túrót Szent egy francia leány játszópajtást Genfből, sejemruhákat, kalapokat, cipőket bányáról, sőt, képes könyveket halomszámra Prágából, s olyan fényben pompában nevelte, mint egy herceg kisasszonyt, hogy az egész városnak elállt a szeme szája. A féli velteltével aztán elküldte a professzort, meg a kis bont, elcsukta a szép szallagos ruhákat, csecsebecséket a szekrénybe, ráadtak Livinyéktől hozott foltos perkás szoknyácskát, a rongyos cipőt, a színe hagyott Pepita kendőt, és maga kísérte el a Gáspár házáig, egész a kiskapu ajtóig, ott érzékenyen megölelte, megcsókolta. No, oh, mert egy már most ahhoz a gazemberhez. Gáspár nagybácsi, még nagyobb káprázatba hozta a várost. Nem csak rálicitált Péter úrra, mert ő Bécsből rendelte meg a gyermek neműjét, és egy póni fogatot vásárolt neki Galiciából, hanem azon felül vérig megbosszantotta Pétert egy olyan lépésre határozván magát, mely bár meggyőződésével ellenkezett, de szíven találta az ellenséget. Nem túrót Szent Mártonból hozatta a nevelőt a leányka mellé, hanem Debrecenből egy tőzsgyökeres magyar tanítót, akire szigorúan ráparancsolt, hogy magyar szellemben kell nevelni a kis apolkát. Egy elveszendő lélek ide-oda. Többet ér, hogy az a föld szemetje mérget teszik egy fél évig. A nevelő, Szabó Pál, el is követett mindent, hogy a gyermek szívét megnyissa a magyar rokonszemveknek, és elutáltassa vele a tótokat. Tromf tromfra. A harmadik fél évre Péter nagybácsi megtudván Bécsben, hogy ott a konteszeknek egy kis szerecsenyük is van, Nosza rögtön ő is kerítette egy szerecsent, Amelli hátas lovat, társalkodó nőt, divatos ruhákat Párizsból és túrót martinból két nevelőt, akik belecsepegtessék a szláv szellemet és elutáltassák a magyarokat. De ez még mind semmi ahhoz a pazarláshoz képest, amivel erre Gáspár úr visszafelelt a következő fél évben. Ezt tessék aztán utána csinálni. Gyönyörű női fogatot vásárolt a csáki grófnőktől, kéksejjen bélésű baldahinnal a kocsi tetején. A bakon magyar kocsis, a lovakon cifra sallangos magyar szerszám, társalkodó nő, nevelő két apró inas nyalka huszárruhában, mind magyarok, s mind az apolka szolgálatára rendelve. A nagykertjében egy kis palota szerű villát épített neki, locsogó szökőkutak előtte, rózsabokrok, pálmák, egzotikus növények körös körül, drága brokát sejemmel bútorozott szobák bent, melyekben minden héten össze voltak hívva az egész városka előkelő leányai játszótársaknak. Csak egy király leány ragyog, ha dúskálhat ilyen pompában. Ámbátor tetszett ez a Gáspár úr Miloszláv fiának is, aki éppen vakáción volt otthon a Prágai Egyetemről, és igen jól érezte magát a feszlő bimbók, bakfisok között. A jogász urat eleget ingerelték az ösmerősök az apja ellen. Megőrült az öreged, mindenedet elveri arra a fruskára, ki már valaha ilyen szamárságot a világon? De a kis fruska olyan szép volt, karcsú, nyúlánk, olyan előkelő úri volt a drága sejmekben, csipkékben, és olyan szépen tudott ránézni azokkal az édes szemeivel mindenkire, még a Miloszláv gyerekre is, hogy csak helyeselni lehetett, ha nem hagyják szükséget szenvedni semmiben. Az apát is váltig figyelmeztették a pánszláv barátai, ismerősei, Ejj, ej, Gáspár, hová lett az eszed, pár tréfa, ami tréfa? A leánykáért nem kárt, de hát, ha a fiadra is ráragad az a veszedelem, amit a Péter bosszantására a házadban összehoztál. És csak ugyan. A fiatal Trunovszki nagy barátságban látszott lenni mind a polkával, mind a debreceni nevelőjével, Szabó Pállal. Némelykor ott üldögélt a leckék alatt a leányka a szobájában. De az öreg Trunovszki Mégiscsak makacsú rászt azt a nagy kopasz fejét és vállat vont. Az mindegy, ha az ember lő, hát lő. A serétekből oldalvást is eshetik valami. Oldalvást is. De azért mégiscsak lő. Hát én is csak lövök arra a zsiványra, míg el nem pusztul. Míg meg nem pukkad a mérgében. Az egész város kíváncsi volt, hogy mit évül most Trunovszki Péter, ha újra hozzákerül a polka. És hogy mi lesz mindezeknek a vége? Meddig gyűzik ezt az oktalan licitálást? Annyi egyszer áll, hogy alig következhetik magasabb skála. Rócsét kellene már ahhoz. A jó Isten tudja, mi lett volna, ha egyéb események nem jönnek közbe. Az például, hogy a zsolnai pánszlávok, az apolka magyar szellemű neveltetése miatt orrolván, Péter által is felizgatva, egy este macska adtak Gáspárnak, is beverték az ablakait. Mire dübe jött Gáspár, és másnap mindjárt folyamodott, hogy nevét és törvényes örökösét tarnócira változtathassa. Jaj, megfordulnak sírjaikban a böcsületes Trunovszki ősök csontjai. És így fokozatosan belekergetve a magyarságba, a fia pályáján is fordított egyet. Ahelyett, hogy elküldte volna, mint előbb tervezte még egy évig a Szentpétervári Egyetemre, Beválasztotta Zsolna városánál vicejegyzőnek, mondván: Szagold meg egy kicsit itthon a közügyeket, fiacskám, két év múlva jön a követválasztás, és te mégy fel Budapestre a parlamentbe, ha én mondom. És kevésen ütött a mellének azon helyére, ahol a bugyellárisát tartotta a mellény belső oldalán lévő zsebben. Tarnúci Miroszláv tehát otthon maradt Zsolnán, és hozzászagolt némileg a közügyekhez. De ki tehet arról, hogy a közügyeknél is édesebb illata volt az apolka hajának? Hát ott legyeskedett a lányka körül, labdázott vele a pázsiton a kertben. Együtt lovagoltak ki a budetinyi erdőcskébe. Segítette tanulmányaiban is, bogaraka gyűjtött, lepkéket fogdosott a gyűjteménye számára. Kirándult a hegyek közé, hogy ritka növényeket hozzon lenyomatni, megszárítani az apolkának. A lányka rajongott a természetrajzért. Szabó Pál, aki nagy botanikus volt, csepegtette bele ezt a tudományt. Miroszláv Urfi pedig valóságos üzletet vitt a talált ritkaságokkal. Minden szokatlan kinézésű növényért kapott egy közönséges rúzsát vagy szegfűt, ami éppen akkor a hajában volt a polkának. Egy hibiszkusz virágért, mint hogy az egy soha nem látott csoda szépség volt, kapott egy szűke hajtincset. De én Istenem, mennyi húzavonába, alkudozásába került ez, míg végre megtörtént a vásár. Szinte nem tudott betelni örömében a sáfrányvörös virágfürtel. Hol jutottál hozzá, Miroszláv? Már ne de civár, kedven szakítottam. Jaj, de nagy ördög vagy, és rámosolygott hálásan arra a nagy ördögre. Jaj, de kár volt letépni szegénykét. Na, no, csak meg ne sírast, hiszen nő majd a tövény másik. És mennyi idő alatt nő meg a másik? Esztendőre, ilyenkor? Apolka elkezdett tapsolni, ugrándozni széles jó kedvében az udvaron, menkék köntösének hasított bő ujja libeget, lobogott két oldalt, mint két tündérszárny. Hiszen akkor én jól megcsaltalak téged, te Miroszláv, te csacsi, mert az én hajam két hét alatt is kinő. Miroszláv mosolygott, és nem sokára szerzett valami besztercebányai professzortól egy amerikai szkárábeuszt. Egy akkora bogarat, mint egy csíz, egy igazi orjást a bogárvilágban, Két fényes gránát szint szarva van. Barna kétfelé osztott felső teste olyan formán néz ki, mintha mi cserebogarunk ükapja lenne. Az pedig mellette csak szopós gyerek. Mikor Apolka meglátta a bogarat, oda lett szenvedélyében. Jaj, meghalok, Miloszláv, ha ide nem adod. Miloszláv pedig játszotta a makacsot, sopánkodott, esküdözött, hogy oda nem adhatja, mert így, mert úgy, ő is bolondja a bogárnak, de meg olyan bogár kettő sincs Magyarországon, amerikai bogár, az ördögbe is ez nem tréfa. Mennyi ideig kellett annak utazni, míg ide került Zsolnára. Az igaz, hogy holta után tette meg az utat, és ilyenkor kisebb fáradtság, hanem azért mégis valami. Még ha esetleg oda is adná a bogarat apolkának, bizony nem teheti olcsón. Hát mit kívánsz értem, Miloszláv? Nem tudom én. Pedig már tudtam, mert mosolygott a sejma. Hát, Adnál. Nem tudom én, pedig már sejtette, mert elpirult. Végre is aztán egy csúkban történt a megállapodás, sok titkos néha megzavart tárgyalások után. Először csak elfben lett elfogadva az alkó, aztán jött az első kérdés, hogy hol? A kertben, de hát ha látják, no és ha látják is, hát nem ér meg ez a bogár egy csúkot, míg ha látják is. A Skarabeusz az apolkáé lett. <laughs> Bolond ez a Miloszláv gondolta apolka, hiszen talán ingyen is megcsókoltam volna. És azon túl minden régi pénz kivétetett a forgalomból, beállott a csókvaluta. A jelentéktelen bogarak és növények is, amiket Miloszláv talált, csókokra váltattak fel. És az is mind kevés volt. Miloszláv eleget csopánkodott. De szegényes, de ez a felső magyarországi flóra. Az öreg Tarnóci nem sokat vett észre ezekből a dolgokból. Mindössze a fia növénygyűjtő szenvedélyére tett néha egy-egy csípős megjegyzést. Gyerek vagy, nagy gyerek, Emil! Utóbb már a fiú szlávhangzású keresztnevét is átfordította, hát is bosszantaná Pétert. Milyen ostobaság, egész nap bogarak és növények után mászkálni. Hát egyáltalán nem gondolsz arra, hogy innen-onnan képviselő lesz belőled, és akkor nem növények, hanem helyi érdekű vasutak után kell futkároznod? Nem, az öreg Gáspár semmi más nem sejtett, és csak az utolsó napon világlott ki minden, a fél év utolsó napján. Amikoron is Péter emberei, egy társalkodó néz, lecsinkás kultéti, kultéti kisasszony, egy vén talp, a már említett kis néger, azóta se látta Zsolnán szerecsent, és egy angol komornyik nagy pofaszakállal, hosszú várigérő hajjal megjelente Gáspár házánál, hogy a kisasszonyt elvigyék a másik nagybácsihoz. Könn a régi púni fogat várt, a régi kocsissal, ki pattogott ostorával, míg a kis púnik lesütötték okos fejeiket, mint tavaly ilyenkor. Semmi se volt új, csak a méltóságos komor magatartású komornyik csattos cipőkben, térdigírű harisnyákban. Csak olyankor látni ilyeneket Zsolnán a Marquiszek körül, ha valami francia vígjátékot adnak a színkörben – Apolka elsápat, midőn beléptek a tornácra, lassú leszketegség fogta el a lábait, kénytelen volt leülni. A kisasszonyért jöttetek? Úgy van, válnunk kell, mondá Gáspár nagybácsi nyugodtan, egy gyűrölt pillantást vetve a testvérbátyja cselídjeire. Hát, el egy fiam apolka a szobáidba, vedd fel a legrosszabb gúnyáidat, aztán menj Isten hírével, és vigyázz magadra, gyermekem, hogy abban a zsiványfészekben el ne pusztulj egy fél év alatt. Apolka lehajtotta a fejét az asztalra. Zokogott, és nem mozdult. No, ha miért nem mozdulsz? Miért sírsz? Hiszen majd visszajössz. Itt szeretnék maradni, lihegte a leány csendesen, tompán. Ej, lári, fári, mondd keményen a nagybácsi. Mendet kell, punktum, mire visszajössz, már hosszú ruhát fognak rád várni. hallod De apolka? Hosszú ruhák! Ezt azért mondta, és túl, -túl mondta, hogy a cselédek megértsék, és elmeséljék otthon Péternek, s hogy Péter, aki már megvarratta a fél évre való holmit, új költségbe ugorjék, csak hogy őt megelőzze. Vidáman dörzsölte a kezeit a jó ötlet felett. Apolka föltápászkodott, kitörölte szemeiből a könnyeket, aztán odatántorgott a nagybácsihoz, kezet csókolt neki. Az visszacsókolt a homlokán, majd a Miloszlávnak nyújtott kezet, aki az apja mellett állt, sápadtan szótlanul. Hey, – Ej, no, Miloszláv! – mondá, és még mosolygott is, de fájdalmasan. – Most már úgy is tél van. Nem szerezhetnél nekem növényeket? – Hát persze! – magyogta a fiú síri hangon. – Pedig dehogy volt tél, már éppen kezdődött a tavasz. A téli alakított folyosó üvegein az első szűzies napsugarak mászkáltak kívülről, mintha bekéreckednének a fűtött helységbe. Bent a sorjába rakott kaktuszok, fikuszok és leánderek álomból látszottak ébredezni. A külső melegtől, mintha észlelni kezdenék, hogy egész eddig rá voltak szedve. Szegény hiszékeny virágok. A macska kint az udvaron nyújtózkodott, a napfény melengette öreg hátát. Egy gesztenye színű tyúk ma vezette ki először kicsinyeics gangosan sétálgatott velük a hó alul kiszabadult különféle száraz kúrók, csutkák között olyan egyformák most a fehér hó, mint sárgára festette. Ki bírná megkülönböztetni, hogy melyik himbálta tavaly a tulipánt, melyik a basarózsát, vagy a pimpót. Szegény, rövid életű virágok. Mindenütt a tavasz langyos lehellete suhogott. Csak az apolka szívében volt tél, azért mondta a Miloszlávnak, most már úgy is tél van. És azután indult, tántorgó léptekkel előre eresztve a hosszú folyosón a Péter nagybácsi cserédjeit, csak az ajtóban fordult, meg s nézett vissza még egyszer. – Elfelejtettél valamit? – kérdé Gáspár úr közömbösen. – Nem, semmit – susogta elhaló hangon, s nyúlánk termete kígyószerűen meggörbült, mintha össze akarna törni, szeme behúnyódott, mintha két nap aludna el egyszerre, és a két nap helyén két patak nyitódnék. Ó, beszív volt így. Nem is bírta ezt tovább megállni, Miroszláv. Egyszerre felugrott, s utána kiálltál. Megállj! Gyere vissza, a polka! A leányka néhány lépést tett befelé, önkéntelenül, gépiesen, mintha egy láthatatlan erőszakos hatalom kényszeríteni. Mit akarsz? Miroszláv arca égett, szemei fénylettek, hangjában soha nem hallott, érc csendült meg. Én felejtettem el valamit, apolka, Elfelejtettem megmondani apámnak, hogy te nem mehetsz el többé innen. Az öreg gáspár megnyomkodta pipájában a hamut. Miféle beszédek ezek, te fickó? Hogy azt mondod, nem mehet? Hát hogy nem mehetne? Skultéti kisasszony ki az ajtónál állt, meleg prémes bundát tartva a karján, átadta a finom ruhadarabot a komorgyiknak, és maga apolkához közeledve megrángatta kisi a szoknyáját. Gyerünk már, kisasszonka! A pónik fáznak oda Mindjárt, mindjárt. Miroszláv odalépett, az öreg elé lehajolt, és kezet csókolt neki. Apuka, mondá behízelgőn, azon a régi gyermekes hangján, amelyel mindent ki tudott vinni. No, no, ne érzékenyítsd el, kölyök, mert pofon ütlek, beszélj világosan, mit akarsz. Azt akarom, hogy az apuka ne menjen el többé tőlünk. Az öreg csodálkozó szemeket mereztet rá. Ne menjen, és ugye miért nem menjen? Miroszláv lesütötte a szemeit, mint egy leányka, hiszen csak 23 éves volt, Bajusz még csak most kezdett serkedni ajkai fölött. Zavartan keresgélt a feleletek között, végre is ezt az egy gyerekes makrancos mondatot találta. Hát csak, ez nem felelet. Megmondjam. Meg. Igazán megmondjam, apuka. Természetesen. De ígérd meg, hogy nem haragszol meg. Jó, nem haragszom. De látod, még neki sem mondtam meg. Kinek? Az apolkának. Mit? Azt, hogy elveszem feleségül. Mondjam-e, ne mondja, e hogy lett erre a szúra apolka bíbor piros, s hogy rohant el egyszerre, feldöntve vázát, virágcserepet, futott-futott végig az üvegfolyosón ki az utcára, kiskezét szívére szorítva, az öreg Gáspár pedig az indulattól hörgő hangon ordított fel. Hol a korbácsom? Hol a korbácsom? Hanem hiszen nem várta a korbácsot Miloszláv. Futott ő is az apolka után, kit éppen akkor emelt fel a kocsira skultéti kisasszony. A komornyik is elhelyezkedett már a bakon. Hanem jó szerencse a szerecsen még nem kapaszkodott volt fel a kocsi hátuljára. Miloszlávnak volt még ideje megkérdezni, suttogva, izgatottan, mikor láthatlak, Apolka? Mikor válthatok veled egy pár szót? Jaj, minek volna az, Miroszláv? Minek tettél olyat, te rossz fiú? Apolka teste reszketett a meleg cuboly bundában, melyet skultéti kisasszony ráterített. Mikor, mikor? sürgeti a fiú kétségbe esetten. Apolka lehajolt hozzá, és magyarul súgta, hogyha hallanák is a cselédek, meg ne értsék. Tíz órakor este Péter nagybácsi leszokott feküdni, akkor kinyitom az ablakot, és beszélgethetünk, ha oda – Szeretsz? – lihegte vad szenvedéllyel. – Nem tudom. – felelte a leányka elhaló hangon, végtelenül szomorúan. A kocsis megsuhintá ostorát, s a két kis póni megindult vígan kocogva keresztül a piacon a Trunovszki Péter háza felé. A kíváncsiak, az ácsorgók, akik meglátták útközben a fényes fogatocskát, a fejedelmi szolgaszemélyzettel egymást figyelmeztették. Mi? Ott megy a herceg kisasszonka, az egyik bolondtól a másik bolondhoz. A főpiacról betértek Rézsút a Búza utcába, átmentek a kis kőhídon, ahol már hallani lehetett a nyíló kapucsikorgását, a Trunovszki portán. Itthon vagyunk, sejpítés kultéti kisasszony, a szétnézett, hogy merre van Péter bácsi, de ezúttal nem várta az udvaron a cselédek között, mint máskor. Az angol komornyik segítette le a kocsiról, azután előleresztve végigvezette a szobákon. Skultéti kisasszony utánuk tipegett, s és arccal szórta az útba igazításokat. Ez az ön lakosztálya, kisasszony! Tavaly is ez volt. De most szebb! Csak ugyan remekül volt bútorozva a budoár, Pici rokokúszékek, faragott apró asztalkák, szekrények, minden olyan kedves, olyan Liliputi volt. Babának való szobák. Ezekben a szekrényekben vannak a kisasszony ruhái. Jó, jó, a ruhákat ráérek megnézni. De hol a bácsika édes kultéti kisasszony? A bácsika? Nem tudom, kisasszony. Keresse fel édes kultéti néni. Talán nem tudja, hogy már megjöttünk. Vagy talán nem akar engem látni? Az öreg kisasszony elcsoszogott, csak a hosszú hajú zordon angol komornyik állott ott némán, miután szépen lerakta a kocsiról lehozott líreket. Ön is elmehet már. Ráadjá! 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 Nem gondolnám, te kis kígyó! Szólalt meg dörgő hangon, és rántással letépte magáról álhaját, fekete pufaszakállát. Szent Isten! sikoltott fel apolka elfehíredve. Maga az, Péter bácsi! Nos, igenis én vagyok, kisasszonkám! S gúnyos alázatossággal hajtotta meg magát. Persze, én vagyok a jó bolond Péter bácsi vagyok. És a jó bolond Péter bácsinak az az ötlete támadt, hogy csinál egy rossz tréfát, és megnézni az ő szeretett öcsikéjének a háztartását színről színre, úgyhogy az soha senki se tudja meg. A testvéri szeretet vonzott, és azon felül gondoltam magamban a húgocska fészkét is megnézem, a szegény ártatlan gyermekét. Látni, hallani akarta egyet mást, de nem ennyit! Nem ennyit! Apolkai székbe roskat. Csak kelj fel, leány! Förmet rá a gúnyolódó hangból egyszerre átcsapva a haragosba. Ebben a házban nincs helyet többé! A dudú papagáj a mennyezetes nyoszójácska feletti kalitkából rikácsolni kezdte e percben. Jó napot, apolka! Jó napot! Az óra csendesen kimérten ketyegett, Hát azért hizlaljalak én itt könyörületből, hogy azért a gézengúz élégy a halálos ellensége fiáé. Láttam, hogy sírattad, hallottam, mikor az ablak alá hittad. Szégyen, gyalázat! Az utcán nem akartam botrán csinálni, de nem tűrlek itt egy percig sem. Hálátlan teremtés! Fel is út, le is út, rögtön a házamból! A szegény apolka keserves sírásra fokat, míg összetette a kis kezeit, míg ráemelte könyörgő tekintetét, de szólni nem bírt. Hasztalan is lett volna. Az öreg kegyetlen kézintéssel mutatott az ajtó felé. Mit tehetett ment? Ment úgy, mint jött ki az ajtón, ki az utcára, egy szálkendő nélkül, egyetlen szó nélkül. Még a koldus is visz valami de neki semmilyen nincs. Elfogta a bizonytalanság rémülete. A lábai megcsuklottak, alig bírt lépkedni, mintha még mindig várná, mint végigment az udaron, hogy visszahívja az öreg. Gyere, no, vissza, a polka, ne bolondoz! hiszen csak kell szívének lennie. Zsibbat piszmogással nyitotta ki az utcajtót, még mindig figyelt, de semmi hang se szólította, csak a papagáé. Jó napot, a polka. Jó napot! Tűn volt az utcán, a széles nagy világban. Hogy háborgott, hogy zajlott az a szegény szíve, úgy érezte, mindjárt meghasad. Az utcajtó félig nyitva maradt, visszanézett önkéntelenül, talán minden utó gondolat nélkül, vagy talán remélte még, hogy kinyílik az ablak, s a nagybácsi inteni fog. De egy lélek sem mutatkozott az ablaknál. A nyitott ajtón is csak a garam kutya sompolygott után a nagy lomhán hozzáért, körülszaglázta és visszafordult morogva. Ez a morgás volt a búcsúztató. Hát most már hová menjen? Azok a többi házak két sorjában olyan ismeretlenül idegenül meredtek rá. A kémények hogy füstölögnek, mindegyik házban fűznek ilyenkor a városban, Hát neki hol főznek? A füst vidáman szállt, szállt a felhükközi, minden kéményből odaszállt a füst, minden füst tudja az útját, csak ő nem tudja, hová menjen. Hova egyebüvé, ha nem a másik nagybácsihoz? Meggyorsítá a lépteit, mert fázott, didergett. Vékony májszín ruhácska volt rajta, bár a napfény nyájasan nevedgélt, még annyira sem vitte, hogy elkergette volna a telet. Makacskutya az kivált itt a felvidéken, harabdál, incselkedik, nehezen jön, még nehezebben megy, vissza-visszafordul, mikor már a tavasz azt hiszi, hogy ő az úr, zöld sejembe öltözteti a vidéket, még akkor is megteszi azt a hóbortos tréfát, hogy bekukkans, nagy hirtelen bemeszeri fehérre. Futva érkezett a Tarnóci Gáspár házához, megrángatta a kapuajtón a csengettyűt. Gáspár nagybácsi éppen künn az udvaron, őgyelegvén, maga jött ajtót nyitni, és óvatosságból kinézett előbb a kémlelőjükön. Csodálkozva pillantotta meg Apolkát, de csak félig nyitotta ki az ajtót. – Mit keresel itt? – kérdi haragosan, s egyszer mint csodálkozva. – Eresz szembe, bácsikám, eresz szembe! – A nyöszörgő hangja szívrepesztő volt. – Mondd meg előbb, mit akarsz? – Könnyörögni akarok, hogy fogadjon be. A Péter nagybácsi elkergetett a házából. Gáspár úr méregbe jött, a szemei szikrát szortak. Úgy? Elkergetett a zsivány? <laughs> és most ide akarsz jönni végképp az én nyakamra? Persze, persze, hát olyan nagy szamárnak tartasz engem. Ugye jó volna még jobban behálózni a fiamat? Nagyon korán kezded a mesterséget, kis pondró! Elpusztul innen, mert a kutyákat úszítom rád! Hallani sem akarok többet felülled! Ezzel becsapta az ajtót, és Apolka kün maradt a hidegben. Még egy óra előtt irigyelt kisasszony volt, a két testvér gyűlölködő szeszélyének eszköze, még fényes fogaton robogott az imént, most félénken lapul meg a házak mellett, amint a mellék utcákon át, egyenesen klivényéig felé tart. A korhely írnokban van egyetlen reménye, talán befogadja. De hát, ha azt sem fogadja be. Több rokon ismerős már nincsen, csak még a vág, az örökké siető vén folyam, a vág befogad mindenkit, a vág nem válogatós. Akinek földanyánk azt mondja, nem kell lesz itt, mit keresel itt, nincs számodra semmim, vízanyánk sokkal jobb gyöngéden odainti, hát gyere hozzám, és ezüst fodros ágyat vet az elfáradtnak. Klivényi otthon volt, és amint megösmerte Apolkát, a küszöbön, elébe futott, összecsókolta, a néni pedig sírva fakadt örömében, – No hát, eljöttél, – szólt Klivényi. – Meglátogattál, szép volt tőled. Kutya de meg szép Hallod-e, a póka? Olyan vagy, mint egy feslői liliom. Hát mit hoztál nekünk, édes galambocská? A lány szomorúan rebegte. – Bizony csak magamat, csak magamat. És aztán elbeszélte egész terjedelmesen, hogy bántak vele el a nagybácsik, és írulva pirulva bevallotta azt is, hogy a Miloszláv azok a mindennek. A szegény Miroszláv, aki azt mondta az apjának, hogy feleségül veszi. Ezért haragudott meg Gáspár bácsi, s a komornyiknak átöltözött Péter bácsi. Jaj, olyan gyerekes ez a Miroszláv, micsoda baj csinált, Istenem, Istenem! Az írnok csak hallgatta, hol összeráncolt homlokkal, hol fölkacagva. Ó, oh, a zsiványok, a zsiványok! Aztán így szólt nyájasan. Okosan tetted, fiacskám, hogy derék gyámatjádra gondoltál. Nagy szatiszfakció az nekem. Ezentúl megint a mi lesz. leszel, punktum. Szép agátköves égszert pillantott meg a füleiben, vígan dörzsölgette meg a kezeit, míg ellenben a szemét az ígre emelte. És így minden nélkül eresztettek el a zsiványok, így minden nélkül! Dolgozni fogok, bácsika. Ugyan nehéz dolgozni ezekkel a te remek fehér kezeiddel hiszen csak ösmerek tán Istent, hogy ne hagyjam. De hiszen a bácsik a szegény, és nem tarthat el ingyen. Szegény az ördög gyerekecské, mert lelke nincs. Nekem van lelkem, s meg tudom becsülni, mi mire való. Csizmatalba a király szögeket. Az volna fiacskám a nagy pénzpacséglás, ha dolgoznás, kemény munkában rantanád a karcsú derekadat. <laughs> Finom varrásokban a ragyogó szemeidet. Az volna a nagy kutya kutyamája. A lányka csak hallgatta, de nem értette meg, mosolygott is hozzá. Apolka klivényéknél maradt, és most a korhely sokkal szelídebben bánt vele, mint két év előtt. Miloszláv mindjárt másnap kiszimatolta a hollétét, és sokat ügyelgett a ház körül, hogy egy-egy percre láthassa, hogy egy pár szót válthasson vele titokban, mert Klivényi ellenezte a találkozásokat. Meglövöm a fattyút, ha itt látom, sóval lövöm meg, fenyegetőzött minduntalan. Nem hozzád való, ha mondom, vigyáz, vigyáz a ez nem úr, ez tolvaj, ez lopni akar. De bácsikám, hiszen unoka testvérem, és szemérmetesen elpirult. Vivényi fölemelte, ők le is ajkai rángatóztak. Nem engedem, nem engedem, hogy engem meglopjanak, az az, hogy téged, az az, hogy engem is. Nem, nem, ha még egyszer látlak azzal a tacskóval beszélni, apóka. Abból baj lesz! De a szerelem leleményessé teszi az embereket. A szerelemhez ravasságot is áld az Isten. Az ámornyira mézzel van megkenve, de a mézbe az égiek egy kis lókazsírt is csöppentenek. Klivényi szívéhez könnyű volt hozzáférni, és Miroszláv csak hamar eltalálta ezt az utat. Ez az út egy pompásan kiszívott szivarszipkán keresztül vezetett. Az írnoknak ugyanis többféle mellékkeresete volt. A város fösvény, nem ad elég fizetést, de az embernek azért van esze, hogy használja. Klivényi az átírt bélyegekből ki tudta venni valami vegyszerrel a tintát, és ez is hozott két a konyhára, de a fő jövedelmét a tajték szipkája képezte. Körülbelül annyit hoz, szokta mondani, mint egy kisebb fajta falusi birtok. A szipkát minden hónapban kiátszott a 150 krajcáros numerusra. Ez 50 forint havonként, csinos kis összeg is nem viheti el a jég, nem moshatja el a víz, biztos jövedelem. Mert aki nem tesz, az egyszerűen pánszláv és komiszember, abban az egész hónapig turkál a klivényi gonosz nyelve. Ami a szipkát illeti, azt gondolnátok valami műtárgy, valami remek, de hogy hisz akkor nem érne semmit mert aki megnyerni zsebrevágna és vége lenne. De a klivényi szipkája egy korom feketére szít, török pasát ábrázoló locskos, szutykos jószág, amit úriember utálna a szájába venni. A nyerő tehát ősi dűktől fogva mindig visszaajándékozza a szipkát klivényinek, mert mindig valami kényes finnyás úr nyeri. Egy nap Miloszláfhoz került az ívez az örök vándor, és a vicejegyző úr ötven numerusra írta rá a nevét. Ötven numerus nagy dolog. Hiszen akkor kétszer is ki lehet játszani a szipkát ebben a hónapban. Éppen a szép május volt. Krivényi ezen szipka szerint osztályozta az embereket, aki két számot tett, arra már azt mondta, hogy jó ember, a három szám azt jelentette ritka, böcsületes ember, a négy számból nagy jövőt jósolt az illetőnek, de öt számot megtenni, az olyas valami volt, ami elkápráztatta, ami minden haragját, epéjét elsöpörte. Ó, kiáltá! Hiszen ez egy fenomenális fickó! Egy arany lélek! És mikor este meglátta az úri vendéglőben, nyakába borult, elérzékenyülve, asztalához ültette, pertulett vele. Természetesen Miloszláv fizette a borokat. És azután minden nap találkoztak, elválhatatlan barátok lettek, Néha most már elmehetett Miloszláv az írnok házához is, és beszélgethetett Apolkával, ám bár Klivényi árgus szemmel figyelt, Apolka teljesen beletörődött az új állapotba, s ha kérdezték, elfelejtette -e már az elmúlt fényt, mosolyogva vont vállat, hiszen az csak komédia volt. A nyár elejével színészek érkeztek Zsolnára. Lengefi elemér kitűnő társulata, kik egy deszkából összetákolt nyári színkörben játszottak, a város megélénkült általuk, a vidékről bebejöttek az előadásokra az előkelő urak, a budetini honvéd tisztek meg éppen mindennaposak voltak. Klivényi né, már hetek óta beteg volt, 40 fokos lázban feküdt, midőn egy délután fütyörészve jött haza az írnok a hivatalból. – Apolka! – szólt. – Egy derék finom úrral és meg a napokban. Egy igazi főúrral, aki az utcán látott téged, és nagyon megtetszettél néki. Azt mondja, olyan vagy, mint tündér szép Ilona. Egy kedves jó bácsi az, aki két jegyet vett a mi számunkra a színházba. Csinosítsd fel magad, apóka, mert elmegyünk, és légy nyájas iránt a gyermekecském. Apóka szabadkozott, hogy a nénit kell ápolnia. igaz a -e, néni? De a néni nem felelt a szegény, kiaszott asszony átlátszó sárga arcbőrrel öntudatlanul feküdt vánkosain. Csitt egy szót sem meg kell lennie! felelte klivényi keményen. Szomszéd a mondta, Kubiknét elhívjuk, az fog vigyázni a betegre. Mi haszna volna annak, ha itt zörögnénk az ágya mellett? Ha az Isten akarja, hát nélkülünk is meggyógyítja. No, hát nem igaz. Kubikné egy bagoly képű özvegy tímárné eljött este. Vigyázzon, Kubikné, rendeli az írnok. És a vizet kérne adjon a betegnek, ha pedig egyebet kérne, azt is adjon, ha talál. Aztán karon fogta a polkát, és elmentek. Szépen magasan tartsd a fejedet, lécegen lépk egy szívecském, hogy lássanak, hogy bámuljanak. Kéjebb dűlözd egy kicsit a melledet. Hm. Értem azt a sejma Ádámat, hogy ilyen nagy vágya volt az almákra. Így, né, így vagy te gyönyörű. Zárt székjegyeik voltak mindjárt az első sorban. Az idegen úr már várta őket, finom arcú, előkelő magatartású férfiú volt, már egy kicsit idős, de élénk és ruganyos. Nagyon-nagyon kedves úr volt, minden szava ropogott, és olyan édes volt, olyan kellemes volt, mint a cukor. Felkelt, mikor az apolka jött és bemutatta magát. Én báró behenci pál vagyok. És mindez olyan előkelően finoman csengett, a cipője talpa recsegett, a monoklia fény lett, ragyogott a szemén, s a zsebkendőjéről, az egész ruhájáról rezeda illat áradt szét a környéken. A leányka félinken húzódott el tőle, lopva tekintett rá, és megborzongott, ha megszólította pedig. Egyre megszólította. Összerezzent, felelt kurtán, idegenszerű hangon. Olyan furcsának tetszett neki a saját hangja, hogy rá nem ismert. Aztán figyelt, figyelt a darabra, melynek az volt a címe, Mátyás király lesz. Ó, milyen szép volt a kis Mátyás virágos szoknyás köntösében. Hát még az anyja a fölséges szirágyi Erzsébet, ki egy közönséges paraszt halinát viselt, mely aranypapíros szallagokkal és apró, szinte papírból kivágott csillagokkal volt díszítve. A második felvonás utáni közben eltűnt a báró, és csak hamar egy csomag bombont és cukros mandulát hozott apolkának. A leány klivényire nézett, hogy elfogadhatja -e. az beleegyezőleg hunyorított a szemével, a polka azonnal ropogtatni kezdte a mandulákat, fogacskái az alabáston fehérségével ragyogtak a sötét piros színű ajkak között. Ó, oh, sóhajtott súhajtott fel minduntalan. Haza kellene már mennünk, bácsika. A néni talán nagyon rosszul van. Klivényi bosszúsan felelt rá. Ugyan ne örökké! A néni olyan szívós, mint a macska, nem lesz semmi baja, a házon intod is át. Ha már itt vagyunk, nézzük végig a darabot, sőt, tovább megyek. Ha a néni beteg, az annyit jelent, hogy nincs otthon vacsora. Vacsorálni tehát elmegyünk a vendéglőbe. Én is, bácsika, kérdé félinken. Te is, fiacskám! A színházban ott volt Miloszláv is, aki a felvonás közök alatt átjött beszélgetni, Előre mondott egyes részleteket a darabból, hogy 40 ezer ember fogja kikiáltani a kismátyást Mátyást királyá a Dunajegén. Ó, de gyönyörű lesz, kiáltá Apolka elragadtatva, ki együtt érzett a rabságban lévő hunyadi gyerekekkel. Azt is megújságolta Miloszláv, hogy a Primadonna miatt holnap párbaj lesz a Mialowski Antal és Kalina Gyuri között, és hogy ma az egész színész trup ott fog vacsorálni az úri vendéglőben. Mi is oda megyünk, Miloszláv? Remélem velünk tartasz. Természetesen. Ha megengedik, szólt közbe Behencipál. én is önökhöz csatlakozom. Nagy szerencse lesz, feleltek Livény, és bemutatta Tarnóci Miroszlávot a bárónak. Előadás után négyen foglaltak el egy sarokasztalt, Behenci francia pesgőt hozatott, és Zsolna legszebb virágáért ürítette poharát. Istenemre mondom, szeretnék még egyszer 25 éves lenni. Mit szólna hozzá a szépséges kisasszonykám? Apolka semmit sem szól, csak a szemét sütötte le. Annyi idős az ember, mondta az írnok vidáman, amennyinek érzi magát. Igyunk, urak, szervusz, Miroszláv! Te is kóstolod meg kisegérként legalább a szájacskálat nedvesítsd meg, ugye jó? Mi? <laughs> Hopp, nini, lebomlott a frizurád, apolka! Egy fél hajkéve húz le a vállaira. Az írnok megfogta és megdörzsölte az ujjai között, mint a szövetet szokta a kereskedő. Aztán jelentőségteljes pillantást vetvén behencire nyelvével csettentve mondá. Finom dolog! Miroszláv felugrott indulatosan. Klivényi, pofon ütlek! Ez a szó vérig fölháboríták klivényit. Olyan vörös lett, mintha karmazsimbőrből volna az arca. Te? Engem? Egy klivényit, te? Te egy felszájú fickó, egy klivényit? És mi? Hát mi közöd neked a leányhoz? A leány az enyém. Én tartom, azt teszem vele, amit akarok. Felgyűjt a kabátja ujjait. No, gyere hát, ha mersz. A feleselést is csak részben hallotta Behenci, mert a budatini honvédparancsnok parancsnok elmenvén asztaluk mellett megszólítá. Jó estét, Pali! Hol veszedik itt magadat? Behenci fölkelt az asztaltól és udvarjasan rázta meg a kezét. Eljöttem egy kicsit szórakozni Zsolnára. Úgy! Tréfálkozott a parancsnok, egy oldal tekintettel a pesgős üvegekre. Te már, amint nézem, benne vagy a júliusban. Nem, nem még. A Július érintetlen. Jó gazda vagyok. Most csak a várharangokat adtam el, abból tart még, mert csak rátában fizetik azok a gazemberek. Az ördögbe is, kacagott a parancsnok. Erről már hallottam valamit a fiattól. Ah, szólt cinikus mosolya, néhány lépésnyire kísérve a parancsnokot ki a tükör alatti asztalhoz tartott, ahol a tisztek ültek. Ott találkoztál a pulyámmal, a nedeci várban van az unoka testvéremnél. A bolondnál? Haragszik? Mulat! De úgy látom, te is azt teszed, vén sejma! Ej, hey, no! Hol tetted fel azt a kis virágot? Na no, ugye, főséges egy csirke. Úgy véletlenül bukkantam rá. Olyan féle? Az lesz. Én Istenemre mondom, ha most a kezemben volna az 5000 forintom, de nézd meg csak jó, milyen termet, milyen arc, milyen idomok. Oda tekintettek, de már akkor az egész közönség is odabámult az áldáz jelenetre, mert már-már harciassá kezdett kifejlődni. A fiatal tarnúci felkapott egy poharat, és a klivényi arcába vágta. Erre a klivény sem volt rest felhorkant, mint egy megvérzett bika, fölemelt öklével rohamva Miroszlávra. – Jaj, ne bántsa, ne bántsa! – kiáltá elhalványodva Apolka is a Miroszláv elé vetette magát. – Agyon taposlak, te béka! Ordítá az írnok, feldöntén a széket, asztalt megragadta a lány haját, és a saját keze körül fomva a csillámló aranyfonalat, ellódítá szegény gyermeket, ki zokogva tántorodott a falnak, a másik kezével pedig folytogatni kezdte a fiatalembert. A korcsmáros, a csapos legény és a vendégek közül is néhány ismerős odaszaladt a verekedést megakadályozni, mikor egyszerre felrántotta a vendéglő ajtót az öreg Kubikné, a Tímárné, és utat törve magának livényihez lihegű hangon kiáltá, Meghalt a nemzetes asszony! Meghalt! Meghalt! Rögtön megismerte a kubikné húhogó hangját, s elresztette zsibbattan a Miloszláv nyakát. Meghalt! Motyogta is bambán nézett maga elé. Látta képzeletében a kiaszott hullát, a sovány kezeket, a vékony arcot, mintha egy jégcsapot húzgálnának keresztül a derekán. Eszébe jutottak a temetési költségek, s elkáromolta magát. Azután Miloszláv felé fordult, s újra kigyúlt szemeiben a dű. Szerencsét, hogy meghalt, hörgé. Majd lehajtotta a fejét, alázatosan, mint egy keresztényhez illik, és lassú léptekkel ment a ruhafogashoz a kalapjáért. Menjünk, Kubikné! kihúzta lófejekkel mintázott zsebkendőjét, megtörülgette izzat homlokát, mintha hirtelen eszébe jutna a szemeit is. Isten akarta így. Bizonyára ő akarta. Járra, póka! A leány keze után nyúlt, de az hidegen húzta el a magáét. Na, ne haragudj, ne okoskodj, hiszen nem akartalak bántani. Megfogta a vállát és erővel vonszolta. Nem bánta. Mint egy fadarab, nem érzett, nem gondolkozott, csak sírt, sírt, hangosan, keservesen. A szegény miloszlávnak majd a szíve szakadt meg miatta. Behenci utánok szaladt az ajtóig. Igen, sajnálom, Klivényi úr, igen, sajnálom, a viszontlátásig szép apolka. Apolka nem felelt. Hanem az írnok visszafordult, egy pillantással a két pesgűs palackra a hűtőben fájdalmasan felsúhajtott. Szegény Zsuzsanna! szegény Zsuzsanna, de deroszkor haltál meg! Ünsötétség volt, barna felhők úsztak az égen, az eső lába lelúgott, és minthogy a naptár szerint holdvilágnak kellene sütnie, még a piacon se voltak meggyújtva a petróleumlámpák. De a levegő langyos volt, majdnem füllett. Egy levél se zizzent a fákon. A toronyúra tizenegyet ütött vastag kongó hangon, ilyenkor már semmi élet nincs Zsolnán. Csak ahol betegnél virrasztanak, ott íg a gyertya. Az utcák néptelenek, csak egy-egy egerészű macska suhan el világító fényes szemekkel, kinyújtózott testtel. Nem ártana egy lámpás kubikni, szólt az írnok a vénasszonyhoz, ki minduntalan megbotlott a hepehupást talajon. Te pedig apolka kapaszkodj a karomba, mert én úgy tudom az utat, hogy bekötött szemmel is hazafutnék, olyan gyakorlaton van. ne, húsz év óta minden nap megteszi ezt az utat holt részegen is, Apolka félt, még sohasem látott halottat, és a nénire gondolt, aki most halva fekszik, de a lelke elrepült. Úgy érezte, amint lép, mindenütt mellette húzódik egy árnyék, és az is lép egyet, a nénike ke lelke. Ösztönszerűleg odakapaszkodott a férfi karjába. Így, így, mondta az írnok ládjon, ragaszkodj hozzám, hiszen már nekem sincs senki. A Zsuzsanna itt hagyott jó asszony volt, türelmes asszony volt, de úgy látszik mennie kellett. Hát elment. Talán, ha tartóztatom szegénykét, ha orvos lett volna kéznél, ha megboldogult apád életben van, ki tudja, talán maradt volna. Egyéb mit tudnak az orvosok? Semmit se tudnak. És végre is. Mit ért volna Zsuzsannának a maradás? Eh? semmit. Szinte azt mondhatom, hogy jó járt, és ha meggondoljuk a dolgot, apóka. Még talán te is jó jártál, mert... mert... A leányka karját közelebb szorította magához, és megállt a vurdaház előtt, mint aki valami fontosat mond titokzatos lassú szavakkal. Mert látod, az előtt semmit sem adtam, nem volt semmim, de most már van. De most már, ha akarom, nevet adhatok neked. Apolka, bár nem igen figyelt a szavaira, mint egy ösztönszerűleg hökkent meg szinte akaratlanul kérdé, mit tesz az nevet adni? E pillanatban a vurdái kűris fáján, melynek ágai áthajoltak a szomszéd utcába, ahol Klivényi lakott, egy halálmadár kezdte kiáltozni borzalmasan. Kuvik! Kuvik! Az írnok a ruháján keresztül is érezte, hogy a leányka reszket, lehajolt hirtelen, és egy követ vett fel a földről, aztán a fára hajította. Ezt gyalázatos, ne ugasd, hiszen már elvitted! De a leányka nem a kuviktól reszketett, attól az előbbi egy szót túlfázott, annak a rettenetes magyarázatnak az előszerétől, ami következett. Hogy mit tesz az, nevet adni? Hm. Hát az azt teszi szívecskény hogy valaki légy a világban, hogy állásod, rangod legyen, mi vagy te most, ne? Egy porszem, egy semmi, akit eltaposhatnak. De ha én nevet adnék neked, akkor vónál nemes klivényi né, az már valaki, ha -e már? Nem értem, bácsika, dadogta a leány, mert hiszen csak a felesége lehetnek klivényi né, Hát persze, hát hiszen éppen arra gondoltam, kis bolondom. Ha már te veszed ki a szájamból. <laughs> De az nem lehet, nem lehet, rebegte folytott elhaló hangon. No, ugyan mi? pattant fel az írnok. Beszélj őszintén! Egy hangot se volt képes apolka kiejteni. Melle zihált. Levegő után kapkodott. Hát mégsem szólasz. Akarom, hogy felej. Azért, bácsika, hát azért, mert én, én még nem vagyok vagy leány, hiszen még én kicsi vagyok, és, és... Ételek, azt akarod mondani, hogy én meg öreg vagyok? Hm? Persze, hogy persze, de hiszen én ezentúl is csak apád maradok, te kis csacsi. Apád, aki rólad gondoskodik. Miattam azt szeretheted, akit akarsz, én csak a nevemet adom. Én csak egy áldozatot hozok neked, ha? Eh? – Jó lesz-e így? Egy-két lépést mentek szótlanul, éppen a halottas ház kerítéséhez értek már, a néni árnyéka még mindig ott lépkedett, ott súgott a leányka balján. Na, jó lesz-e? – kérdé újból klivényi türelmetlenül, míg elő kubikné a kapuajtócskát nyitogatta. – Mi a feleleted, apolkám? – Ez! – kiáltott fel hirtelen elhatározással. – de már akkor kirántotta a karját a klivényéből, s rohant, rohant lélek szakadva az éjszakában, kip kop dobogtak a kövek kis alatt, amerre futott. Az írnok alig bírt szóhoz jutni meglepetésében. – Megállj! Megállj! – ordítá azután, és ő is utána iramodott, de pocakos teste nem volt a futásra berendezve. Meg megállt kifújni magát, bíztató szavakat hangoztatva utána. – Hiszen csak tréfáltam! Semmi se igaz, becsületemre mondom! Nem igaz, gyere vissza, kis rozmaringom! Majd újra szaladt egy sort, és újra kiálltál, hiszen csak tréfáltam, nem igaz, semmi sem. A karcsú alakot elnyelt a sötétség. Sehol se látszott, sehol se hallatszott, már semmi lesz. Ki tudja, hol fut már. Vagy talán meghúzódott valahol a kapuk alatt a sövények mellett. – Gyere, gyere, Apolka! – hallgatódzott minden felhívása után. Mély csend volt, semmi válasz nem jött, csak a Trunoszki Péter udvarából felelte gúnyosan egy kakas. – Kikiriki! Rebernyik János, a Blázi polgármester úr hajdúja, vidrafogásra indult az éjjel. Ő találta meg Apolkát elájulva a vágpartján. Mikor fellocsolta, a leány rimánkodott neki, hogy hagyja beugrani a vágba. Rebernyik azonban nem engedte. Nem hagylak, kislányom, mert én keresztény katolikus ember vagyok, és ezt a vallásom tiltja. Te tál luteránusnak néztél engem? Nem, nem, hazajössz velem. Jobban szerettem volna egy vidrát vinni haza, de így is jó. Hogy nem jössz? No, azt szeretném én látni. Hát tudod te, hogy kivel beszélsz? Rebernyikkel, a hatalom emberével, Elvitte erővel a városházára és a polgármester úr szobájában terített tapolkának ágyat a hajdú köppenyegekből. Mikor aztán reggelre, a mai vásár miatt a szokottnál is valamivel korábban döcögött be hivatalos helységébe a polgármester, ezüstgombos botjával ütögetve maga előtt a földet és a grádicsokat, hogy előre érezzék ki jön, bezzek felette elcsodálkozik valahogy valaki fekszik a díványon. Talán valamelyik szemtelen korhai írnok, hanem, amint jobban oda nézett, látta, hogy ilyen gyönyörű írnokot Isten még nem pingált erre a világra, de meg a csapadékos nedves perkás szoknyácska is kilátszott lent a pokróc alul, a formás keskeny lábocskák egymáson keresztbe téve pihentek, az egész szobát betöltötte a szűz, üdetest kilehelése, a frissen szűr tej illatához hasonló. A polgármester becsengette rebernyiket, és halkan kérdé. Ki az ott te? Nem merem fölkölteni. Rebernyik aztán elbeszélte, hogy az bizony a Trunovsky doktor árva leánykája, az Apolónia, hogy miként találta meg, és miként akarta magát elölni a vágba. A polgármester lelkiismerete megmozdult. Egy kicsit könnyelműen vettük a sorsát, mormogta, majd megdicsérte Rebernyiket. No, fickó vagy, öreg, hogy megmentetted. Ne, itt van egy szivar. Kihúzta a tárcáját, de szivarjai közt hiába keresett kurtát, hát egy portorikót volt kénytelen adni, de hozzátette ilyet a király se szí. A beszélgetése felnyitott felnyitotta szemeit Apolka, nagy fényes szemek voltak azok mosolygók, frissek, édesek, mint a hajnal, arcán fényes szelít píromlött el, mint a hullámokból kerül Afroditéén, mert ő is a hullámokból jött ragyogó álmok közül. A tegnap csak egy rég múlt volt, messze az álmok mögött, és amint a rózsás álmok oszlottak, szálltak, még ott csillámlott visszaverődésük arcán, ajkai körül, csak midőn végképp a kapcsolódik össze hirtelen a tegnap a mához, és apolka elkezdett egyszerre hangosan sírni. A polgármester odaült hozzá, és gyöngéden kikérdezte élete sorját, Apolka mindent elmondott őszintén, a becsületes öregúr meg volt hatva, és fel volt háborodva. No, semmi az, vígasztalá. Minden jóra válik, még ma gondoskodom, hogy elhelyezzelek valahová valami becsületes emberekhez, ahol jó dolgod lesz. tudsz -e dolgozni? Senki se tanított, felelte szomorúan. A polgármester nagy fejvakarások között vette a kalapját, botját, mint mindig, ha halaszthatatlan dolga volt. Hát csak Maradj itt, míg nem intézkedem. A rebernyik majd reggel itt hoz a kávéházból, én meg addig a nyakamba veszem a várost. Lement négy gondolatokba merülve, kavargó tervekkel fejében a piacra. Az úri vendéglő előtt néhány úr sörözött és a budetényi tisztikar. A honvéd parancsnok megszólította. Éppen panaszkodni kezdett, hogy milyen furcsa eset történt vele, egy szép leány, hogy akarta magát a vízbe ölni, akit most már el kellene helyeznie, így van az, ha az embernek nincsen családja, mindjárt magamhoz venném, mikor egyszerre csak óriási csapat, gyerek, asszony és ember kezd futni a budetin felül a piacnak őrült lármával, jaj, veszékeléssel. Jaj, jön a muszka, jön a muszka! Megbomlottatok! kiáltott rájuk a polgármester. Nyakunkon az ellenség! Csörtetett most elő egy városi hajdú és jelenti. Egy egész tábor jön! S valóban, E percben a toronyban is elkezdte félrekongatni a harangot a vén toronyőr harupcsópál. A polgármester bosszúsan intett fel neki a kendőjével, hogy hagyja abba. Nem szégyellitek magatokat, szabarak! Bizonyosan egymás bolondítjátok el! Egyre több-több ember jött futva némelyek, batyúban cipelve hátukon a holmiukat, síránkozó nőket szétszórt hajjal, megrémült gyermekeket, mankóval szaladó aggastyánokat lehetett látni, a gyolcsosok, vargák és mézes kalácsosok, akiknek a budeti nyúton voltak a sátraik, kezdték portékáikat nyakra fűre behányni a ládáikba. – Nézzen csak oda, polgármester uram! És ím a fölkavart porfelhőből csak ugyan kezdett kibontakozni egy magyar ruhás vitéz, ágaskodó paripánt, kivont villogó karddal, utána valaki egy zászlóvas, a háttérben beláthatatlan barnaságban gomolygott valami tömkeleg ágyú szekerek nehéz tompa dobaja lüktetett messziről. A honvéd parancsnok felkiáltott. Macska legyek, ha ez nem az én rokonom Glóf Pongrácz István a hadaival!